Ezek a gólyák a bodrog mellett kutakodtak, az ártéri területen a frissen aratott részeken kerestek élelmet, ám a felvételek egy évvel ezelőtt készültek, idén alig-alig láthatunk térségünkben gólyákat. Nyírtéten csak ezt az egy üres fészket találtuk, Ófehértón pedig több kör alakú magasító is várja a fekete-fehér madarakat, ám úgy tűnik hiába. Amikor gyerek voltam, akkor több gólya volt a faluban, de mostanság már ők kevesen vannak. Több lakossági bejelentés is érkezett szerkesztőségünkbe, miszerint kevesebb gólyafészkel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az állítást Szép Tibor madártani szakértő is megerősítette. Az ornitológus azt mondja, az Afrikába vonuló madarak, így a gólyák száma is csökken. Hazai állomány 5 és 5500 közé tehető, az utóbbi 15 évben egy folyamatos csökkenés mutat évente, mintegy 3%-ot csökken a száma. A háttérben nagyon néz ki a klímaváltozásnak az első áldozatait, láthatjuk a gólya és a más hosszú távú madarakkal. A vizes élőhelyekhez kötődik ez a madárfaj, ezek az élőhelyek egyre jobban eltűnnek a száraz nyarak miatt, és nagyon nagy gondot jelentenek persze a villanyvezetékek, amik például a fiókák pusztulását több mint az 50%-át eredményezik. Napjainkra a gólyák hagyományos fészkelőhelyei, úgy mint a házak kéményei, teljesen megszűntek. A nagytestű madarak nagy része villanyoszlopokon költ, így a legnagyobb veszélyt a szigeteletlen oszlopok jelentik, különösen a fiatal, tapasztalatlan madarak esetében. A gólyák védelmében a természetvédők az áramszolgáltatókkal is együttműködnek. A madárvédelmi projektek keretében a szakemberek többek között gólyafészek magasításokat, áthelyezéseket végeznek, burkolatokat helyeznek el az oszlopok földelt kereszttartóin, minden esetben a madárvédő szakemberekkel egyeztetve. Az EON szolgáltatási területén minden évben körülbelül 150 újabb gólyafészek magasítót helyezünk ki, ezzel is szeretnénk hozzájárulni a madárállomány védelméhez, a gólyák biztonságos költéséhez. A madártani szakemberek azt mondják, nem csak a vezetékek jelentenek veszélyt a gólyákra nézve, az agrárium is pusztítja a természetet, így a madarakat is. A legnagyobb tájátalakító nem az ipar, hanem az agrárium. Úgy lehet területi egységenként többet termelni, hogy nagy monokultúrákat alakítok ki, ahol a gépek hatékonyabban tudnak dolgozni, nagyon sok permetszert alkalmazok, eltűnnek azok a mezővédő erdősávok, bokrosok, erdőfoltok, gazosok, ahol a madarakon mellett a rovarok, alacsonyabb rendű állatok és még az apróvadak is meg tudtak élni, és mivel megszűnik az élőhely, változatossága a monokultúrák miatt, illetve nagyon-nagyon sok az agrárkemikália, ezért táplálék sincs, vagy ami van az egészségten. Sok embert érdekel, hogy lakókörnyezetében hol vannak gólyák, gólyafészkek, ebben segít egy online adatbázis, amely a gólya.mme.hu címen érhető el.